Ismeretes, hogy a középkori Európában a falvak igen korán kialakították szokásjogi szabályaikat, törvényeiket. A falukönyvek igénye nálunk is megszületett. Legtöbb írásos szokásjogi emlékünk, falutörvényünk a Székely-Székek területéről maradt reánk. Az autonóm falusi statútum alkotásra példát is innen idézünk. Félnünkkel nyújtjuk át a jelenkornak, a területi autonómiára törekvőknek a múltba rejlő példákat. A zömében szabad székelyek, falvak szintjén szabnak maguknak törvényt. Egy olyan elsüllyedt, a múltba veszett, de a székelységben, tágabban Kelet-Európa népeiben, mind a mai napig élő világról vallatjuk forrásainkat, a falu jegyzőkönyveket. Olyan krónika, amelyből egységessé forrottan lép elénk a paraszti élet alapsejtje, ősi intézménye, a falu. Megfontolás tárgyát képezi az autonómia jövő álmodása kapcsán nem nyugati jól működő formák átvétele a járható út, hanem a múltból való táplálkozás. Mindenekelőtt azt szeretnénk hangsúlyozni, hogy jól lehet, a legkorábbi zaláni és gyergyóújfalusi falutörvény 1581-ben keletkezett, a falu végzéseiről már korábban szó esik. Nem 1581-ben születő falutörvényekről, hanem ebből az időszakból már írásos formában ránk hagyományozott rendtartásról kell tehát szólanunk. A székelységet a magyar királyság, ezt tudjuk a 13.-14. századtól, másképp kezeli, mint a vármegyéket. A székelységnek egészében önrendelkezése van. Önmagát szervezi meg a székelység. Ahhoz, hogy az egymás mellett élést meg tudják valósítani, az együttélést normális körülmények között tudják élni, ehhez természetesen jogok kellettek, és törvények, amik határt szabtak egyes embereknek a túlkapásai ellen. A falu lakói mind egyenlők. Ez az egyenlőség, ez rendkívül erőteljesen jelen van a székely történelemben, és a falu szervezetében is. Falu törvények alapján tudjuk rekonstruálni ennek a régi falunak az életét. A székely falu törvényekkel Imre István professzor foglalkozott behatóan, gyűjtötte szorgalmasan és nagy szakértelemmel össze ezeket a törvényeket és adta ki. Jártuk együtt a székelyföldet és sokszor léptünk fel együtt egy-egy faluban, ahol mintegy visszaadtuk a székelységnek ezeket a törvényeket, mert közben a polgári korszakban azért feledésben mentek, úgy 48 után. Falu törvényben benne rejlik egy stratégiai gondolkodás. Tehát a távlatokban való gondolkodás. Távlatot csak azt tud követni és építeni, aki rendet teremt maga körül, a maga közösségében, a maga természeti földrajzi környezetében. Minden faluban másképp és másképp alakul ki, habár mégis egységesnek lehet nevezni, hiszen Imre István professzor nagyon szépen bemutatta, hogy mennyire egységes az egész Székelyföldre jellemzően a falu törvénykezése, rendtartása, de mégis minden falunak megvan a maga színe, szaga, és a borsa. Az egy rendet szabott.
az önrendelkezésével pedig jogot szabott magának, abban a keretben, ahol élt. Ez nem jelentette azt, hogy kiszakadt magából, abból az államból, ahol élt. Mert ugyanolyan függőségben volt, erről említettem, hogy próbáltak még feléje kerekedni a 18. században, a 19. század elején a széki közigazgatás is, és a katonai közigazgatás is. De azért ők, az, hogy megvan határozva, hogy 3 forintig ő ítélkezhet, az már nagy szabadságot jelentett. A szemerjai törvénysor azzal kezdi, hogy a bírót ideje korán Szent Mihály napján kell választani. Ezek pedig legyenek szolgálatokra alkalmas férfiak. A törvény megszabja, ha a bíró lustasága kárt okoz a falunak, ezt meg kell fizetnie. A falugyűlésre hívott atyafiak, ha nem jelennek meg a szavazáson, büntetést kell fizetniük. Nem volt megengedett az illetlen viselkedés vagy hazugság sem a falugyűléseken. Annyira szent volt az eskü, vagy egy készfogás, hogy ez megpecsételt mindent. Tehát, ha ő felolvasta az esküt, és az a Bibliára téve a kezét vallott, akkor a szentről is az igazságot mondta, tehát nem mert hazudni. Például Zalánban így szólt az eskü. Az igaz Isten egy Atya, Fiú, Szentlélek, teljes szent háromság, egy bizony Isten. Az én igaz hitemben, teljes világi életemben úgy segéljen. Holtum után úgy idvezítsen, hogy én a kérdésekre minden hamisság nélkül erős hittel igazán felelek. Ha pedig hamisan esküszöm, az Isten én kezem munkáját meg ne áldja, és kegyelmes szemekkel rám ne tekintsen, hanem példásan az áldás helyett átkot bocsásson ő felsége az én házamra és kezeim munkáira. Soha a világon dolgaim boldogul ne folyjanak, holtom után is szomorú boldogtalanságba léjek. Tehát ez volt az az esküvés formája, amit mikor pereltek, tehát a peresügyek voltak, ezt a hitet valló, ezt el kellett olvassa. Mint hogy minden társaságban vagy közönséges gyűlésben a jó rendtartás és az egymás becsülés tisztességes dolog, és eszerint szükséges a jó regula, tehát ezután senki a falugyűlésiben doronggal, bottal és ehhez hasonló darab fákkal, sőt, fejszével is ne menjen. Hasonlóképpen dohányozni nem szabad, amikor valamely törvény foly. A bíróházánál senki részegítő italt ne igyék, míg a dolgok el nem igazodnak. Néhány olyan határozatot is olvashatunk a falugyűlések rendjéről, amelyben szigorúan elítélik a gyűlésen lármázót, a rendbontót, a bírákat oktalanul fárasztó, s főleg azt, ki maga akar törvényt tenni. Így erősítvén a falu vezető szervének tekintélyét. Egy érdekes eset történt meg a 19. század elején, az egyik bíró jól végezte dolgát, de mikor újra válasszák, nem akar falubíró lenni, azt mondta neki, erre sok baja jár, inkább nem vállalja el ezt a szolgálatot, de azt mondták neki, hogy mert a csizmája is elkopott, annyit járt, hát azt mondták neki, hogy a falu csinálta csizmát. Hát meg is csinálják a csizmát, de törvényt hoznak be, egy konklúzumot, ami abból állt, hogy Huszár Szabó Józsefet hivatala további folytatására meghagyja, azzal a megjegyzéssel, hogy legelőször előforduló bíráskodásából, mely rész a kommunitást illeti, azon részből az említett bíró egy pár csizma vásárlása fakultáltassék, melyet számadáskor a kommunitás akceptál. Legalábbis 4 vagy 5 forintokat. Úgy mindazonáltal a következendőkben nézt, ezen ajándék a kommunitásunkban úzussá ne váljék. Tehát az egész azt jelenti, hogy igenis engedélyezik, hogy egy csizmát a falu csináltasson neki, olyan feltétellel az úzussá, vagyis úzusszá ne váljon, ami azt jelenti, hogy szokássá ne váljon. Igen ám,
De a következő évben már a következő bíró szépen magának csizmát csinálta. Ez megy vagy 3-4 évig, mikor egyszer megsokalják, hogy ez azért mégsem lehet, hogy a fozó pénzéből minden bíró csizmát csináltat magának, és akkor kijelentik azt, természetesen már mindig 5 forintot kellett fizetni, nem 4-et, hát egyszer kijelentik a végén azt, 1832-ben, hogy maga, mikor, miután Kolca József bíró úram elszámol a faluval a költségeiről, és azt írja, hogy a kommunitás úzusa szerint, ő már úgy állította be az ügyet, hogy a kommunitás szokása szerint, maga számomra egy pár borjú bőrcsizmát csináltattam. Erre fel a falu azt mondja, hogy ő akceptálja, de a bíró fizesse ki az 5 forint árát, a csizmárát, tehát használhassa a csizmát, fizesse ki, és ezután konklúzumban, tehát ez az a bizonyos konklúzumban, határozatban hozzák, hogy többet a bírónak falu pénzéből csizmát csináltatni nem szabad. Csíkszent Tamási gyalog katona bíró József egy gonosz embertől elorosztatott marhájának nyoma a mű határunkban kísértetett. Egyezésre lépvén a fent írt károssal, hogy ezen kárért fizessünk 22 rénes forintot oly mód, hogy november első vasárnapján becsületesen kifizetni kívánjuk. A bizonyíthatatlan bűnért is valakinek fizetnie kell a károsultnak. Így ha valamely falu határáig vezet a lopott marhanyoma, akkor az a falu megfizette, függetlenül a büntelenségétől. Ezen szokások, törvények tartották meg a jó szomszédságú falu fogalmát. Mivel a bírót gyakran károsították a gonosztevők, ezért a köz Zalán faluban azt a határozatot hozza, hogy mostantól a bírónak épületbeli fákot hord, azt fel is építi a belécezésig, minden terüh vagy vendégelés követelés nélkül. Azaz házat épít a közösség az elöljáróinak. Minden bizonnyal erre azért volt szükség, mert a bosszúállók gyakran felgyújtották a bíró épületeit. Amikor falus bírót választottak, és esküdtek el, az azt is jelentette, hogy egyúttal a katonai szolgálatok alól mentesült. Tehát mentességet élvez, sőt, itt Zalánban azt is behozták, hogy az évi adójába bepótoltak. A szolgálattétel, ami most már ugyan nincsen meg, de régen meg volt és őrizték a falut, az úgy mondták, hogy szerjeszre történik, ez egy latin szó, és itt Zalánban úgy mondták, hogy úgy, ahol a csorda eljár. Tehát azt jelentett, hogy amikor a pásztor reggel alszegen elindult a csordával, és rittyegtetett az ostorral, és hogy jöttek ki a tehenek a portákról, abban a sorrenden álltak szolgálatba. Úgy katona, ha katonai dolgot kellett végezzenek, mert sajnos azt is kellett, vagy ha pedig közmunkát kellett csinálni, a közmunkák az utak karbantartása, a hidak karbantartása, ami most ugye most elvárják, hogy jöjjön valaki valahonnan és európai pénzből csinálnak meg egy hidat, akkor nem úgy ment, hanem amikor látták, hogy az árvíz elvitt egy hidat, akkor megbeszélték, hogy abban a sorrendben jöjjenek dolgozni közmunkára, ahogy a csorda eljár. És akkor abban a sorrendben, mit tudom én, minden nap 10-15 ember ment azt a munkát elvégezni, amit az árvíz, vagy mit tudom, a hitk építésével, újraépítésével kapcsolatban kellett. Ez lehetett olyan is, hogy az egyik elment az erdőre fát vágni, a másik behozta oda, a harmadik pedig, mint ácsmester kifaragta, és ilyen formán közösen megoldottak az ilyen problémák. A jegyzőkönyvből kiderül, hogy büntették Veres Mózest, hogy nem volt utat csinálni, vagy Székely Istvánt, hogy a sáncát ki nem ásta. Ezekért 24 pénzt kellett fizessenek a köznek. Ugyanebben az évben Lemhényi Tamást bünteti a bíró, mert dögöt vontat a falu patakján keresztül. Árkoson ebben az évben több atyafit büntetnek, mert gazt, szemetet hánynak a falu patakjába, vagy az utcára is.
régen ezekben a patakokban még pisztrangok éltek. Tehát egymás feljelentették, ha észrevették, hogy a ganyélevet, ahogy itt mondják, a trágyalevet bevezették a patakba. Azt nem szabadott oda vezetni. A szennyet, a koszt nem szabadott a patak mellé kijönteni. Mennyire korszerűen gondolkodtak 200-300 esztendővel ezelőtt? Például a Karcsal jegyzőkönyvben olvasni egy ilyet, hogy, mert hogy ezen keresztül folyik az Olt patakként. Szabályt hoztak, hogy sem a patakba, sem a patak partjára szemetet, házi szemetet kidobni nem szabad. Akit rajta fogtak, határozottan is keményen megbüntettek. A kutak karbantartása. Tehát mind a kettőtől tulajdonképpen egy egész közösség egészsége, egészségi állapota. Ne beszélve arról, hogy például a patakból itatták, patakból vittek az állatoknak ivóvizet. Ha azt megfertőzték, akkor megfertőzték indirekt csatornán az állatokat is. Amiből újra sokkal többen szenvedtek, mint az a szemetet kihordó egyén, aki elkövette ezt. A közmunkafogalma a székely közösség természetes része, velejárója. Gyakori a falu számára közösen épített útjavítása, hidak karbantartása, útszéli sáncok, árkok takarítása. Rájöttek arra, hogy a szenny, a kosz, az egy fertő. És kötelezik is az, hogy a saját portájukon rend legyen, tisztaság legyen, és meghatározott rend. Tehát mindennek meg legyen a helye. Úgy az istálónak, mint a szénatároló helynek, az udvar, tyúkudvarnak, és ezt az úgynevezett határkerítésekkel oldották meg. A korabeli székelyfalu zárt közösség. A faluba vétel szertartás, amelynek a szemeriaiak még 1927-ben is megszabják az idejét. Aki a falu közébe akar állni, annak karácsony hete az ideje. Ekkor kell a falu közösségét kérnie, és ekkor kell fizetnie is. Az ősfiak közé tehát nem akárki telepedhet. Annál is inkább, hogy aki belső telekhez jut, az valójában részesévé válik a falu közös legelőjének, kaszálójának, erdejének, tehát a közösség osztatlan vagyonának is. Később nem kevés konfliktust okoz, ha egy jobbágy sorba süllyedő szabad székely beltelkét megkapja a földes úr, és maga tulajdonában lévő telekre beköltöztet valakit. Székelyek a víz mellé kellett települjenek, tehát a víz mellé építette fel a házát. Hát elsősorban folyóvizeket keresett, mert az állattartáshoz elengedhetetlen volt a pataknak a vize. Mi minden településnek, a tízeseknek is megvan a szerkezetük. Ugye megkülönböztetünk egy belterületet, ami magába foglalja a beépített teret az épületállományokkal együtt, illetve a külterületet, ami magába foglalja a szántókat, a legelőket. A falu határőrzése, például a falut körbe kerítik. Hármas határrendszer van, tehát hármas forgó, van a tavasz határ, őszhatár és az ugar. Na most az ugaron legeltetnek. A legeltetésre trágyáznak is.
de ahhoz, hogy a vetésben ne menjen a szomszédos határba be, bekerítik. Ezt ugye, ezek az úgynevezett határkertek, és a falu körül is. És van a tanúrkapu kérdése, hogy minden faluból kijáró utat kapuval zártak le. És ez valójában azért csinálták meg, hogy az állat ne menjen ki a faluból. Mert aki ment, az kárt tett. És azt meg kellett büntetni. Ezen az úton haladtak ki a legelőre, haladnak ki a legelőre az állatok, és látható, itt két oldalt szántók, illetve vetések vannak, és ahhoz, hogy az állatok pusztításaitól megvédjék a vetéseket, ezért kerítésekkel határolták el, és nyilván a szántókat meg is kellett közelíteni, tehát kapuszerkezeteket kellett kialakítani, amit a helyiek ilyen egyszerűen csak vetegetőknek neveznek. A vetegető szó az tulajdonképpen utal a kapuhasználatnak a módozatára, ugyanis csak a kaput meg kellett fogni, ki kellett oldani, és odébb kellett vetni. A régi falunak az erdőn, a távoli havasokon vagy szántóhatárba ékelődve közlegelője és közös kaszálója is volt. Ezeket a területeket közösen kaszálják. Ebből fizetik a köztisztviselőiket is, valamint szét is osztják. Illyés János és Illyés Lukács junior a falu tilalmas rétén kibocsátották marhájukat, melyért a bíró megbünteték külön-külön 24 dénáriusra, melyet immediate a hüttösök, az esküdtek megittak. Ez a falu törvény előírja a közföldek használatának a jogát és a módozatait. Ugyanis a Székelyföldön a közbirtok az óriási szerepet játszott egészen a legújabb korig, mert a legelők és az erdők mind a közbirtokossági tulajdont képeztek. No most ennek a közbirtoknak a vezetése a falu előjáróira tartozott, de nem önkényes elgondolások alapján végezték a feladatokat, mert ott voltak a falu törvények, amelyek előírták ennek a módozatait. A fának a régi falu életében igen nagy szerep jutott. Otthont, benne tűzhelyet és meleget, az állattartománynak élelmet, a gazdaságnak épületeket és munkaeszközöket az erdő adott. De még makkot és erdélyi gyümölcsöt is vettek el tőle. Az erdőt óvó, a pusztítást tilalmazó végzések, az erdőlés rendjét megszabó határozatok olyan népi erdészeti kultúráról tanúskodnak, amelynek II. József erdőrendtartása mellett sem kellett szégyenkeznie. A falus felek általában csak a ledölt fákat hordhatták tűzifának. Az élőfa, a makkot termőcserje, bükk, az épületfa, vadgyümölcsfa vágása tilalmas volt. Azt talán még nem árt hangsúlyoznunk, hogy közvagyon volt az erdő, a falu ősi szép rendtartása szerint osztott belőle mindenkinek, mint ahogyan erdőtisztítani is együtt vonult ki a falu, tanúsítva, őseink tudtak a jövendőre gondolva élni. Az enyém nem azt jelenti, hogy csak az enyém. Nem azt jelentette, mert sorba jöttek, és szintén a rendtartás fogalom körébe tartozik az, hogy templomot építünk, iskolát építünk, közérdekű, közhasznú létesítményeket hozunk létre, ahhoz fa kell. És ahhoz például a faanyagot szintén közadakozásból hozták, teremtették meg. Na most, hogyha egymást loptuk, akkor honnan jön ki
az, ami a közösséget szolgálja, és a közhasznú célra vágták ki. Szóval van egy ilyen fenntartásom, hogy ez így működött. Minden Árkoson lakó becsületes személynek, valakik a falu terhét szuportálják, szabad legyen 3 szekérfát hozni a tilalmas erdőből. De nem engedik az árkosiak a fával való kereskedést sem. Ha valaki pedig több fát hoz az erdőből, mint ami neki jár, akkor büntetést fizet. A büntetés pontosan meghatározott, sőt a beszedett pénz felhasználásának módjáról is rendelkezik a falu törvény. Hogy vigyáznak egy fára, a vadgyümölcsre, az erdőn számon tartják. Törvény van arra, és ítélkeznek a felett, onnan lehet tudni, hogy törvény van arra, hogy idegennel nem lehetett az erdőre menni, csak jó maga mehetett például vadalmát szedni, hogy ecetet tudjon csinálni. Hasonlóan gombászni nem mehetett idegennel. A szigorúság ott is megvolt, hogy például erdőpásztorokat is fogadtak. A népi erdészeti kultúra kiépülése szép rendet teremtett, s okos szabályokkal fékezte azokat, akik veszélyeztették az utódok élhetőségeit. Erdőrontó azért bőven akadt. Ezért voltak az úgynevezett erdőpásztorok, akik kiszabták a büntetést. Én esküszöm az Isten előtt arra, hogy az aláni erdőpásztorságot oly móddal vállalom fel, hogy midőn akárkit a tilalom alatt lévő erdők lopásban, mint tilalom ellen cselekedőt megtalálok, mindenható világi vagyonomba, gazdaságomba szerencsét sem ezen, sem a más világon boldogságot és lelki nyugalmat ne engedjen. Isten engem úgy segéljen, és úgy adja lelkem idvességét. Ámen. Az erdőalji falunak szűk volt a szántója, legelője, s abban is kevés a termőföld. Az erdő nem csak a mindennapi faszükségletet fedező kincses bánya, hanem életlehetőségek terének bővítője. Nemrég még mondták, az erdőből arat a székely. Rengeteg famesterséget műveltek. Gyártottak szerszámot, hamúból tisztítószert, házi eszközt, díszt. Használta a fát a kovács, a tüzeléshez, és a mészégető is. Ellopják a tehenet valamelyik faluból, és egy olyan helyen nyúzzák meg, ahol az erdőpásztor nem jár. És akkor azt a falut büntetik meg, ahol a marha maradékát megkapják. Büntetésből. Miért nem vigyáztál az erdőre? Hogy neki nem menjen oda az állattal. Mert ha nem tudod oda menni az állattal, akkor megfogjuk a tolvajt. Itt volt a logikája. A falubeli gazdáknak szántóik voltak. Ezek a szántók már szilárd telekrendszert, mindenki számára állandó határmezsével körülfogott birtoklási rendet igényeltek. Olyan parcellákat, amelyekről tudja a gazda, jövőre is neki terem, de még utódai számára is őriznie kellett. Külön érdekesség, hogy addig működik jól a polgárias magánvagyon védelme, ameddig a közösség érdeke is, nem csupán az egyéné. Feljegyzésekből a vallomás, azaz az egyén bűnvallása is megmaradt. Mint hogy Sárosi György maga vallja, hogy amint ennek előtte az alsó mezőben középlábban, Baka Tamás birodalmában elszántott, az termést el is vitte róla. Azért tartozik Sárosi György visszaadni Baka Tamásnak. Azután mérjék el az földet, tegyenek igaz métát, határjelet. Ítéltetik. Kerítést tenni, kaput őrizni, az esetleges vagy szándékos kártételtől óvni a falus feleket nagy gondja és állandó törekedése tehát a falu közösségnek. A szántóhatárt, a vetést kerítés övezi, de a kártevőktől embernek is védelmeznie kell. Ha van erdőpásztor,
mennyivel inkább kell lennie határpásztornak. A határpásztortól a falu az eredményességet meg is követeli, hiszen ha a kárnak okát nem adják, becsű szerint nekik kell megfizetniük. Ott, ahol a fordulókra osztott a határ, tekintettel kell lenni egymásra. Össze kell egyeztetni a munkavégzését, térben és időben is. Ez gyakorlatban azt jelentette, hogy közakarattal kellett termékfajtáknak helyet kijelölni, igás állatoknak pihenőhelyet találni, határrészeket tiltani vagy felszabadítani, vagy a munka elvégzésre időt szabni. Amit a katonai életmód, amit a haditechnika megkövetelt, azt a rendet, azt a szemléletet átviszik a későbbiek során a gazdasági életbe is. A székelyek az állattenyésztés mellett földműveléssel is foglalkoztak, és szántóterületeket úgy nyertek, hogy kivágták az erdőket, és a területet felszántották egyirányú szántással, azaz több évszázadon keresztül a földet befele forgatták, és így alakultak ki az agróteraszok, vagy a helyiek, ahogy mondják, a musdák. Megjelenik a pityóka, azaz krumpli is a mezőgazdaságba. Ínséges időkben, hiszen a talaj nagyon alkalmas a termesztésre. De a székely ember kétségekkel fogadja. Falu törvényben kell kötelezni a székelyt a termesztésre. Megfőzik a pityókát, beletörik a lisztbe, összegyúrják, megdagasztják, és rájönnek, hogy egy jó, nagyon ízletes kenyér jön létre. És akkor például a papóci falujegyzőkönyvben még a receptét is leírják, hogy hogy kell készíteni a pityókás kenyeret. Na valahogy így terjedett el, és lesz nagyon általánossá a székelyföldön a pityóka. Ami természetesen még egynek nagyon köszönhető, hogy itt olyan volt a terület, mint ahogy el lehet képzelni, ahol az eredeti ős hazája volt. Alig jutunk el a tél közepére, s már fél országa kóstom panaszkodik. Írja 1830-ban az erdélyi gazda. Olyan gazdasági szerkezetben, ahol legeltetésre alapozódik az állattartás, nagy gond a teleltetés. A téli takarmány szükségletet elsősorban a széna fedezi. Ezért annyira megbecsült, oltalmazott a kaszáló, a szénafű. Jenőfalvi kedves János és gyenge József ezek ketten, hogy a mai napon szénafüvegve szánt szándékkal az ökréket hajtván prédáltak. Csergő kapitány úr megbüntette mindeniket 25 veszőütésekkel. Az állatállomány, és főleg a szarvasmarha szaporítása állandó törekvés a falu lakóinak. Érthető tehát, hogy a bikának nagy a becsülete. Jenőfalván a gabonába is szabadon jár. Eltűrik minden kártételét. Régi mondás szerint a tilalmas fűtől a bika is jobban bömböl. Eleinte télen sorra gondozzák a bikát. 1848 után általános, hogy természeti juttatással egy valaki végzi a tartást. Mint hogy régi szokás szerinti pénzfizetéssel nem találtunk, aki kitartja a falu bikáját, minden ember az faluban adjon egy-egy szekér ganyét az kettőnek kitartásért. Itt van a felettünk az egyik erdőrész, most már teljesen benőtt, ami régen legelő volt, a kóré. Az általában úgy szokták, hogy először az igavonó állat legel rajta, utána a tehén csorda legel rajta, majd azután a jó. Ennek meg volt a logikus felépítése. Mi volt a legfontosabb? Az, hogy az igavonó állat jól éljen. Ez a kőháló csordában a legtöbbször kín is él a
az erdély legelőken. A hazajáró tehéncsorda, az pedig a megint jól kell éljen, mert élelmet biztosított, tejet, sajtot. Aztán voltak a juhok, amelyeket természetesen az már a igénytelenebb állat lévén a maradékból is tudott élni. De ha abban az esetben a szárazság volt, akkor a juhokat van olyanok, akik helyek, hogy kitiltják. Gyakran megtörténik, hogy a jutartók külön esztenatársaságokat alakítanak. Többet is egy faluban. A társaságok felkérik a szakértelmet kívánó embereket, ilyenek a pásztorlás, sajtkészítés. A hargitai legelőkön például egymást váltó nemzedékek adják örökül a juhászati tapasztalatokat, a rendszerint már 5-8 éves kortól segítkező fiataloknak. A falu közössége megszabja a juhok legeltetésére alkalmas helyet is. A felső mező úgy annyira megkövéredett, hogy a további ott nyárolás veszedelmezteti a juhnyájainkat, mert legkisebb eső is nagy sárt csinál a sok ganéban. Azért tehát meghatároztatott közösségünktől, hogy a két végén a havasnak telepítsenek meg esztenáinkat. Úgy, hogy amelyik alul esik, másik esztendőben fejű legyen, és úgy változólag folyvást folyék. Az eddigiekből is kitűnt, hogy az állattenyésztés, még ha egybefonódottan is a növénytermesztéssel, igen-igen számottevő szerepet játszott őseink életében. A pásztorbér csak egyik igen értékes eleme ezeknek a megegyezéseknek. Nagy dolog volt a pásztorfogadás. A falu vagyonát bízták néhány emberre, ünnepivé kellett avatni ezt az eseményt. A szerződésekben a legelőhelyet is megjelölték. A cél minél korábban kihajtani, és minél tovább kint tartani a csordákat, nyájakat, falkákat. Tekintettel voltak az állatok gazdasági funkciójára is. A növendékállat például más. Távolabbi helyre járhatott, mint a tehén, a hazajáró csorda. Az erdei legeltetés jelentőségéről tanúskodik minden forrásunk. Nem hiába írta Benedek Elek. Ne hidd, hogy a mi 5000 holdas erdőnk erdő és semmi egyéb. Vannak az erdőben nagy területű legelők. Szent György napjától Szent Mihály napjáig e legelőkön épülnek az ökrök, a borjak, a lovak. A faluhoz közeleső részeiben a tehenek és a kaszálás után a junyájak is. Akkor az egész erdő legelő. Az állattenyésztés jelentős súlyát a falu gazdasági életében az is bizonyítja, hogy a jegyzőkönyvekben milyen sok esetben tárgyalják az elkárosodott állatokért való felelősség dolgát. A pásztorszerződések, de még a falu törvények is csupán egy kis hányadát tartalmazzák azoknak a szabályoknak, amelyek a pásztorlásra vonatkoznak. Ezekre a részletekbe menő szokásjogi normákra valamelyest rávilágítanak a falu székén megvitatott ügyek. Még ha különböző módon igyekszik is a falu a pásztort megsegíteni, ha elpusztult állatot kell megfizetnie, a pásztorság nagy anyagi felelősséggel járó foglalkozás marad. Amint én anno 1787. esztendőben, Szent Márton nap előtt való csütörtökön, falupásztora keze alatt Nagyobb Lajos Péter tehene az Nagyér nevezetű folyóvízbe bedöglött. Írt Lajos Péter megbecsültetvén emberséges emberekkel, s becsültötték 7 magyar forintokra. Világosan kijön, hogy pásztor Szabó János megnyúzta, a húsát az Lajos Péter híre nélkül elvásárolta, tartozik Szabó János Lajos Péternek az becsű szerint megfizetni. Kiemelten szóra érdemesek azok a gyarlóságok, amelyek még azokon kívül is gyakrabban adnak dolgot a falu ítélőszékének. A tolvajsággal való megvádolás többször is előfordul, és más rágalmak tisztázása, más gyanúsítgatások több ízben teszik próbára a hüttősök értelmét és emberségét. Látszólag jelentéktelen ügyek ezek, de szükséges menekedni a rágalomtól,
a haragostól, a jó életérzés miatt is. Az pedig igen-igen nagy dolog. A más javaira ráéhezés ördöge, a munkanélkül megszerezhető javak kísértése, néha a szükség kényszerítő ereje tolvajjá tesz egyeseket. A katonai őrszolgálat, valamint a falubeli strázsák a felsőbbség kemény ellenőrzése alatt állanak, és feladatukat teljesítve még az erdők titkos ösvényeit is rendszeresen ellenőrzik. A falu közösségben élő ember ellenőrzöttsége fokozott, hiszen mindenki mindenkit ismer, és számon tartják mindenki életrendjét. A megvetés, az esetleges kiközösítés pedig olyan büntetés, amit minden erővel igyekeznek elhárítani a falus felek. Botlás, vétség így is van. A falu értékítéleti rendjében ezek közül egyesek bocsánatosabbak, másokat súlyosabban torolnak meg. De arra szintén van példa, hogy gyermekek esetében emberies jó akarattal a szülőkre bízzák a büntetést és az átnevelést is. Csíkjenőfalvi huszár Antal József őkegyelme a szolgáját, huszár Ágoston Tamás ifjú legény őkegyelmét megtanálta, hogy csűriből tiszta búzát orozolván, és őt vallatni kezdette, hogy annál többet lopott-e, és vitte valamerre. És a nevezett szolga önkéntesen megvalván, hogy vitt még haza is egy keveset. Hogy mennyire törődött, és mennyire benne volt, nem csak az állatvédelem, az erdőbirtok, a kaszálóbirtok, hanem a gyermekvédelme, illetve távlatokban gondolkodva, a felnövekvő, a mindig felnövekvő társadalom emberi biztosítása, ember állományának a biztosítása. Köztudott, hogy Mária Terézia 1770-ben egészségügyi törvényt hozott a birodalom számára. Mi az érdekes ebben? Hogy a szentdamokosiak lekörözték, megelőzték 7 esztendővel, mert a falu testülete, vezető testülete törvényt, szabályzatot fogadott el, hogy a falu bábája tegyen esküt a falut vezető testület előtt. Látszatlan ez egyszerű dolog, rendkívül fontos. Hát pontosan ez célozza meg a jövőt. Vén emberekkel, kieredő faluval nagy dolgokat nem lehet végezni, megvalósítani. Tehát gondoskodni kell felelősen. Az indulatok féktelenebbül törnek ki, és különösen italozás közben, vagy azt követően feszülnek egymásnak a legények. A falu széke elé nem sok ilyen ügy kerül. Aki a kurtábbat húzza, restelkedik, s nem panaszkodik. Asszonyok között is támad veszekedés, sőt, elvisz a harag a verekedésig is. Ott, ahol a legszorosabban élnek együtt, a családban szintén igen sok az ellentét, az elfajuló, a bírák elé kerülő vita. A falu közösség mesteremberei maguk a falu földművelő, katonáskodó, robotoló lakói voltak. A legtöbb kézműves munkát maga a gazda igyekezett elvégezni. Kovácsra, mészárosra, molnárra azonban szükségük volt, és a kommunitás vezetősége gondoskodott is arról, hogy megfelelő áron biztosítsa a falunak az erre vállalkozó vaseszközöket, tárgyakat, valamint a lisztet és a húst. Emesterek teszik teljessé, jó részt önellátóvá a régi székelyfalú társadalmát. Árkosfalva közönséges gyűlésében jövén ilyen panaszok, hogy az kovácsok feletté való drágán dolgoznak. Aztán ezen az ülésen meghatározzák a kovácsok árát, aminél drágábbak nem lehetnek. A szabadság része az is, hogy a közszolgáltatásait végzők díját is megszabják. Közönséges falugyűlésében közegyességből megfogadtuk idevaló huszár Sárosi Györgyöt, mint kovács mesterembert egymás után 4 esztendeig.
Minden ezután az urban kimúlandó atyánk fiainak, bár akárki is légyen az a faluban, köteles koporsó szegverni a maga tulajdonvasából annyit, amennyit a koporsó csináló személyek kívánnak. A koporsó szegér cserében a kovács szénát, földműves munkát és fát kapott. Az lényeges dolog az, hogy a székely történelem quintessenciája az, hogy napjainkig meg tudta őrizni a székelység a saját ősi szállás területét, és nem utolsó sorban annak köszönhetően, hogy megvolt ez a királyi Magyarország által elismert, és majd az erdélyi fejedelemség által elismert önszerveződési joga, amit nyugodtan nevezhetünk autonómiának, és amely alulról a legfelsőbb szintig építkezett. Említettük, hogy a falu volt ennek a kiinduló pontja ennek az önszerveződésnek, a széken keresztül, és az egész székelyföldet összefogta. Nem az eszközöket és nem a formát kell föltétlenül átvenni és újravenni és újra létrehozni, hanem azt az ambíciót, hogy megteremteni az ember számára azokat a feltételeket, amelyek éppen a biztonságos létet, életet, a távlati, a fejlődés létét biztosítsák. Tehát a mindig felmerülő, de a stabil és állandó jelenségekre megoldást, megelőző, preventív megoldást. A prevenció végig benne van, most hirtelen ez jutott eszembe, hogy ne következzen be az, hogy a falustárs, a szomszéd falubeli, egyáltalán a régió valamilyen formában károsodja. Ezeknek az intézkedéseknek az eszmeiségét, de a metodológiáját is át kellene venni. Ne fentről találjanak ki olyan rendelkezéseket, olyanok, akinek halvány gőzük sincs, fogalmuk sincs, hogy ha valamit intézkednek, annak milyen következményei lesznek. Lentről a faluközösségek szeme rajta volt a környezeten, kezdeményeztek, megszavaztatták, véleményt nyilvánították, és a számonkérést is, a büntetés nem feltétlen a bírón múlott csak. Büntetést kezdeményezett a falu népe is, ha egyébben nem, akkor zuhattal, tehát szóbéli megrovással, azt pedig egy foltot jelentett, egy stigmát jelentett annak a hátán, aki a szabályzatot nem tartotta be. Tehát lentről induló, tehát itt kezdődik és végződik az autonómia, ami szintén egy évek óta tartó beszédtéma. Az alulról jövő, a helyi érdeket, a helyben élő ember életét biztosító, garantáló szabályzat, és azt a számonkérés követi rendkívül fontosnak tartom és korszerű modern üzenetnek.